Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt héten már láthattak egy beszámolót arról az agrár rócsóról, amelyet Székesfehérváron rendezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Most folytatjuk. Tartsanak velünk! Vadludakról néhány gondolat, ami most nem tudom ezen a térségben mennyire eszkalálódott, de vannak az országnak olyan térségei, ahol ez nagyon komoly problémát okozott. Pláne ott, ez a Tisza vidéke, ahol ugye a vadludakat a Tisza egyik felén egy hónappal előbb, a másik felén még egy hónappal később lehetett elkezdeni vadászni. És hát a vadlud, mit ad Isten, ez nem egy hülye állat, és nem oda megy, ahol lövik őket. Na most, ahol nem lőtték őket, ott viszont elég szép koncentrációban jelentek meg, és egészen extrém károkat tudtak okozni. Tehát itt több tízezres csapatokról beszélünk, és tényleg szinte talra tudtak tenni egy-egy búzavetést. És nagy nehezen el tudtuk érni azt, hogy most egy időben indul a vadliba szezon. Ebben egyébként Cseh Tibor kollégánknak elévülhetetlen érdemei vannak, úgyhogy köszönjük Tibor. De van még egyéb más is, ugye a varjak, a hódok, és ugye most nem is olyan régen a farkasok is komoly problémát okoznak, ugye a Zemplénben ez napi probléma. Ki Füzér környékén jár, az nem is olyan extrém, hogy farkassal találkozzon, és annak a károkozása azért megjelenik. Tehát itt a pillanatnyilag nem egy olyan közegbe került vissza a farkas, amit természetes közegnek tudunk hívni. Gondoljuk végig, hogy a sertéspest is az megoldotta a vaddisznó helyzetet az Északi-Középhegységben. A muflonok, amik ugye nem őshonos állatok, azok akkor kerültek már ide, amikor farkasok nem nagyon voltak, és hát a kosok azok úgy gondolták, hogy nekik feladatuk a farkasokkal megküzdeni. Elég egyoldalú küzdelem volt, úgyhogy a muflonok is jelentős részben eltűntek. Ugye a szarvas azt tudja, mi az a farkas, ebből következően a szarvas az olyan messze menekül a farkas által járt területekről, amennyire csak lehet. Mi marad? Hát maradnak a birkák, meg maradnak a szarvasmarhák. És nagyon súlyos problémákat okoznak a gazdálkodóknak, nagyon komoly kárt tesznek, és pillanatnyilag azért kell küzdeni, hogy kapjanak kártérítést, mert ha egyszer azt mondjuk egy állatra, hogy védett, tehát mi közérdekből védjük, akkor közpénzből finanszírozzuk annak a fenntartását, mert ha közérdekből elérjük, akkor úgy illik, hogy közérdekből vagy közpénzből fedezzük. Azt nem tartom elegánsnak, hogy azt mondjuk, hogy valami védett, és a környéken élő gazdákkal megfinanszírozzuk, finanszíroztatjuk a takarmányozását, mert ilyen kifacsart szóval éljek. De most ez egy nagy csata, ebben is meg kell menni előre. Termőföldről 8. éve látjuk el a helyi földbizottsági feladatokat. 12 ezer TAB vezetőségű tagunk van országszerte, akiknek ezzel a helyről szeretném megköszönni a munkájukat. Egészen komoly munkát végeztek, csak 2021-ben meghaladta 60 ezeret a földbizottsági állásfoglalásoknak a száma. És én azt gondolom, hogy szinte komoly botrány, probléma nélkül mennek ezek a dolgok. Természetesen, ha valaki nem tudja megvenni azt a földet, amit szeretett volna, ő nem lesz boldog, de én azt gondolom, hogy alapvetően ugyanakkor visszaélések és nagy botrányok nélkül tudtuk bonyolítani ezt a 60 ezer ügyet, ami én azt gondolom, hogy a rendszer jó működését tudja alátámasztani. Július 1-től az adásvételi szerződések mellett a földbérleti szerződések vonatkozásában is lesz joga a megyei elnökségnek földbizottságként eljárva véleményt formálni. Na itt nem lesz kötelező, de mondjuk kikérhet egy-egy olyan extrém bérleti szerződést a megyei elnökség, amiben mondjuk 300 000 forint per hektáros földbérleti díj van, és meg lehet kérdezni a delikvenseket, hogy ez miért van így. Vagy mondjuk olyan mezei leltárt tesznek rá, vagy nem, minden olyan furcsaság, nem is akarok több példát mondani,
ami azt gondolhatjuk, hogy az előhaszonbérleti jog kijátszására vagy egyéb más színlelt jogügyletre utal, azokat ki lehet kérni, és ezeket a vidéki társadalom idegeit, azért bőszítő szerződéseket azért ki lehet majd küszöbölni. Egyébként ezügyben több kiadványt is készítettünk, itt a honlapunkon ezek elérhetőek. Jégkelmérséklő rendszerről néhány gondolatot, 5. éve működtetjük egy Európai Uniós szinten is egyedülálló rendszert. Az ország teljes területét tudjuk védeni, nyilván nem tökéletesen, már azért sem, mert nincs olyan megoldás, amivel tökéletesen tudnánk védeni. Ugye ez a rendszer ez arra épül, hogy ahol a jégszemcsék keletkeznek, ott kell az ezüst joridot a felhőbe juttatni. Ez ugye úgy működik, hogy a felhőbe jutva, ahol a jégszemcsék képződnek, ez az ezüst jodid molekula, ez ilyen mesterséges jégmagvakat képez, tehát több jégszemcse alakul ki, mint a beavatkozás nélkül, de értem szerint ebből kifolyólag kisebb lesz az átmérője a jégszemcséknek, és mire eléri a talajt, jó eséllyel elolvad, de egészen biztosan kisebb átmérővel okoz kárt, mint hogyha ez a beavatkozás nem történt volna. Na most azt könnyű belátni, hogyha úgy érkezik egy felhő Magyarországra, hogy az már telítve van jégszemcsékkel, akkor a viszonylag szűk mozgásterünk van, legfőképpen nem tudunk csinálni semmit. Működtethetjük az eszközöket azért, hogy ne hízzanak tovább a jégszemcsék, de azoknak a méretét csökkenteni már nem tudjuk. Tehát több ilyen probléma volt az Alföldön, Kecel, Soltvatkert környékén, sajnos a Szerbiából nagy intenzitással érkező felhők, azok tudnak ilyen károkat okozni. A másik pedig az úgynevezett szupercella, ezt nagyon ilyen skifiszerű neve van. Ez azt jelenti, amikor nagyon magasra jut fel a levegő, és így föl leliftezik, nagyon sokáig van abban a tartományban, ahol tudnak hízni a jégszemcsék, és utána nagy erővel zuhan le. Oda nem tudunk bejuttatni egész egyszerűen hatóanyagot. Ebben a két esetben valóban tehetetlenek vagyunk. Minden más esetben érdemben tudjuk csökkenteni az okozott jégkárnak a mértékét. Ugye a védekezési időszak április 15-től szeptember 30-ig tart. Vadászok könnyen meg tudják érzni, az őszbak szezonnal tökéletesen harmonizál. A tavalyi évben 169 napos védekezési szezonban 92 napon kellett riasztást kiadni. Ez jól mutatja, hogy több mint a felében a napoknak védekezni kellett az ország valamely pontján. Tavaly 39 ezer hektárra jelentettek jégkárt a gazdálkodók, és ennek a nagyon-nagyon nagy része az 3 extrém időjárási napon keletkezett. Tehát, ahogy mondtam, ez a szupercella jelenség okozta sajnos ennek a kárnak a majd 90%-át. De hogyha összevetjük az, hogy 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött a rendszer, akkor kétszer ekkora területen adtak be a gazdálkodók jégkára vonatkozó bejelentést, úgy, hogy egyébként az időjárási anomáliák abban az évben kevésbé nehezítették az életünket, mint a tavalyi esztendőben. A terveket illetően, hisz egy kicsit tekintsünk a jövőbe is, most is fogunk készíteni egy stratégiai anyagot, ami utolsó simítások alatt van, amiről néhány gondolatot kiemelve érdemes beszélni. Itt a digitális ügyintézésben szeretnénk nagyon komolyat előrelépni. Szeretnénk minél egyszerűbben, minél gyorsabban segíteni a gazdálkodóknak az ügyintézésben, tehát egy modern kameraképét szeretnénk mutatni, lehetőleg minél több papírmentes interakcióval. A Széchenyi Agrár Tudásközpont felállítása az várhatóan a mi feladatunk lesz. Ez alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a 23 és 27 közötti időszakban olyan támogatást tudjunk nyújtani a szaktanácsadóknak, hogy ők valóban segítségére legyenek majd a gazdálkodóknak. Az öntözés, fejlesztés és a sötétzöld lobby az a kettő dolog, amiről még szeretnék beszélni, mert szerintem ez az a kettő dolog, amit én külön kiemelnék, mert a következő 5 évben szerintem nekünk ezzel kell a legtöbbet foglalkozni. Kezdjük az öntözés fejlesztéssel. Magyarországon a területeinknek a 2%-át öntözzük úgy, hogy a spanyolok meg a 20%-át. Ami egy abszurdum, megnézve, hogy a két országnak a vízellátottsága milyen képet mutat. Tehát ez a két szám egyébként teljesen stimmelhetne is egyébként fordítva. De mégis az, hogy a spanyolok azok, akik minden 5. hektárt öntöznek. Mi meg minden 50-et. És ebben nem nagyon jutottunk előre. Egyébként az uniós átlag is 10%, tehát hogy döbbenetes, hogy mekkora lemaradásban vagyunk. Számításaink szerint évente 300 milliárd forintra tehető az ágazatban a vízhiány és az aszály okozta kár. Ez nyilván ennél több is lehet extrém esetben, de ez a 300 milliárd forint, ez mindenféle túlzás nélkül kijelenthető.
És itt azt kell mondanunk, és ennyi önkritikát azt engedjenek meg nekem, ebben nagy áttörést nem tudtunk elérni az elmúlt időszakban. Készítettünk felméréseket, megnéztük, hogy hol van öntözési igény, elkezdtük összefésülni a különböző csatornarendszereknek, hogy ki a tulajdonosa, ki az üzemeltetője, ki az üzemben tartója, milyen műtárgyak vannak, amiket fel kell újítani, és nyilván itt elkezdtünk erre pénzt költeni, de én ennek a programnak a sikerét azt egész egyszerűen hektárban tudom mérni. Mennyivel, hány hektárral öntözünk többet, mint öntöztünk tavaly, meg tavaly előtt? Ha ezek a számok, ezek jól alakulnak, akkor van értelme a programnak, ha nincs, akkor szerintem nem biztos, hogy jó irányba megyünk. És ebben nagyon határozott álláspontot kell képviselnünk. Még pláne azért, mert az Európai Unió is láthatóan ellenérdekelt abban, hogy mi az öntözésben előrelépjünk. Ugye az úgynevezett RRF-es, ez az újjáépítési forrásban nagyon sok öntözési projektet megneveztünk, amit mindet kihúztak a brüsszeli bürokraták. Tehát nagyon vigyáznak arra, hogy mi ne tudjunk öntözni, legalábbis minden eszközzel gátolják, de legalább mi magunk a saját életünket ne keserítsük meg. Úgyhogy ez az egyik olyan dolog, amiről a következő évben nagyon sokat kell beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy milyen jogszabályok változtak, de inkább nézzük meg arról az oldalról, hogy milyen kiskapukkal próbálták kikerülni a elővásárlási sorrendet. Van egy pesti ügyvéd, aki szeretne Fehérváron itt a környékbeli földeket megszerezni. Gondolkodik az ügyvéd, hogy mit tud csinálni, hogy tudná, hát ugye nem helyben lakó, biztos, hogyha kifüggesztik a szerződést, a helyiek meg fogják őt előzni. Gondolkodott ez az ügyvéd, és azt mondta, hogy keresek egy helyi gazdálkodót, és az elfogadó nyilatkozatot közösen tesszük meg. És ugye ezzel az következik, hogy ha ketten, a helyben lakó van meg egy távoli, akkor a helyben lakónak a rangsorát vették figyelembe. És ugye a következő lépés az volt, hogy közös tulajdonban akkor megszerezték a területet, és már következő nap vette is meg a helyben lakó gazdától a területet, így gyakorlatilag ki tudta kerülni a helyeket. Most ez megváltozott, hogyha többen tesznek közös nyilatkozatot, akkor mindig azt kell figyelembe venni, aki hátrébb van. Úgyhogy ilyen kiskapukkal kellett nekünk szembesülni, de volt egy másik kiskapu, az még az adásvételi szerződés megkötése előtt. Úgy nézett ki, és szerintem ott többen a teremben találkoztak ezzel, hogy még az adásvétel megkötése előtt egy jelzálog jogot jegyeztettek be a későbbi vevő részére. És akkor most mondok egy példát, amivel én találkoztam, 2 millió forintos hektáronkénti ár szántó, ugye hát nyilván erre rájelentkeznénk, és mellette ott volt, hogy egyébként hektáronként 6 millió forintos jelzálog jog. Tehát aki rá akart jelentkezni, akkor nem kettő, hanem egy rögtön egy 8 millió forintos hektáronkénti költsége kellett számolnia. És ugye a kiskapu ebben az volt, hogy amikor a Kamara megyei elnöksége meg a földhivatal vizsgálta a vételárat, akkor csak a vételárat tudta vizsgálni. Tehát minden más egyéb teher, arra nem volt hatásköre, hogy vizsgálja a Kamara. És itt kellett beavatkoznunk a Kamara a magos javaslatára, bekerült az, hogy a földhivatal, illetve a kamara is nem csak a vételárat vizsgálhatja az adásvételi szerződésben, hanem minden más egyéb ilyen terhet, például a jelzálog jogot is. Jó, úgyhogy ez a kiskapu be van zárva, és hogyha mondjuk a példánknál maradunk 2 plusz 6 millió, akkor a Kamara azt fogja mondani, hogy ez egy arántól magas vételár, és ezt el fogja utasítani. Felmerül rögtön a kérdés, hogy amikor valakinek van egy lakóhelye, meg egy tartózkodási helye, két különböző településen, akkor vajon mind a két településen helyben lakónak minősül-e? És láttunk már több konstrukciót, volt, aki tartózkodási hely, plusz egy jegyzőigazolás, ott elfogadták helyben lakónak. Na és van egy viszonylag friss bírósági döntésünk, ez már kúriai szinten is járt, ami azt mondja ki, hogy az életvitelszerű helyben lakásra, tehát azt, amit a jogszabály előír a helyben lakáshoz, az csak a lakóhely valósítja meg, tartózkodási hely még akkor sem, hogyha egyébként van mellette jegyzőigazolás. Csak zárójelben jegyzem meg, hogyha valahova oda költözünk, akkor nekünk jogszabályi kötelezettségünk bejelenteni, hogy ott lakóhelyet létesítettünk, tehát aki ezt elmulatja, és csak a tartózkodási helyet jelenti be, akkor elvileg a jogszabályi rendelkezésekbe is ütközik. Tehát a lényeg az, hogy a életvitelszerű helyben lakó, az csak a lakóhely alapozza meg. Ökogazdálkodás. Ugye ezzel kapcsolatban is sok visszaérés volt. Mondom is a példát, valaki rájelentkezett egy területre, vállalta azt, hogy ő azon a területen ökogazdálkodást fog folytatni,
és megszerezte a földet, és aztán senki nem ellenőrizte, hogy vajon ott mit termel és milyen formában. Az, hogy ökoként, azt meg biztos, hogy nem nézte meg senki. És itt is bele kellett nyúlnunk a földforgalmi törvénybe. Most szerepel egy olyan rendelkezés benne, hogy aki erre a elővásárlási ranghelyre hivatkozik, és megszerzi a területet, akkor 10 éven keresztül ökogazdálkodást kell folytatni az adott területen, vetésforgótól függetlenül. Jó? Tehát 10 évig. És hogyha önök közül valaki azzal szembesül, hogy valaki így vitte el a földet, aztán mégsem azt folytatja rajta, egy gyors bejelentés a földhivatalnak, és a földhivatal végsősorban ugye először ilyenkor felszólítja, hogy tegyen eleget a kötelezettségének, végsősorban akár a földet is elveheti az így erre hivatkozó gazdától. Egy fontos változás lesz július 1-től, és ez egy másik kiskapuból következik, ugye a csere bizonyos esetekben, sajnos sok esetben egy bújtatott adásvételt takar. Hogy hogyan is csinálják ezt? Ugye kötnek egy csereszerződést. 2 1/1-es ingatlanból cserélnek 1-1 aranykoronát. Ugye? Bekerülnek a másik ingatlanába, osztatlan közösbe. És ugye eddig az volt a szabály, hogy akár már a közös tulajdon megszerzése esetén, már a második nap, tehát már a rákövetkező nap, gyakorlatilag kifüggesztés és földhivatali jóváhagyás nélkül tudja megszerezni a területet. Tehát cserélnek egy-egy aranykoronát, és utána az, aki meg akarta szerezni ezt a területet, itt is megveszi a maradékot, meg ebben is megveszi azt az egy aranykoronát, amit adott a másiknak. Ez egy komoly kiskapu. Itt egyébként a kamarának, a taboknak, földhivatalnak komoly szerepe van, mert nyilván ezt a kamara el tudja utasítani, hogy elutasító döntést is hozhat. És ami változás lesz július 1-től. Ugye említettem, hogy ha valaki bekerül így egy osztatlan közösbe, az osztatlan közöst, ha megszünteti, gyakorlatilag kifüggesztés nélkül, tehát nem kell, mások nem tudnak rájelentkezni a szerződésre. Eddig gyakorlatilag, ha bekerült ebbe az osztatlan közösbe, már a következő nap el tudta indítani ezt az adásvételt. És ebben lesz változás, hogy csak akkor lehet kifüggesztés és elővásárlási jogok nélkül megszerezni egy teljes ingatlant, tehát megszüntetni az osztatlan közöst, hogyha legalább 3 éve tulajdonostárs már. Jó, tehát hogyha 3 éven belül indítja el, akkor mindenképp ki kell majd függeszteni, földhivatali jóváhagyás pedig minden egyes esetben lesz, tehát ott is ki lehet ezt majd szűrni. Több föld egybefoglalt vételáron, ugye erre is láttunk példát, hogy hogyan lehet kikerülni a helyeket, mottóval történik az, hogy jó sok földet összekapcsolnak egymással, vagy annyira magasra sófolják fel így a vételárat, mondjuk összekapcsolnak 30 helyrezi számot, vagy a másik gyakorlat, amit én sajnos láttam a gyakorlatban, hogy egy miskolci és egy soproni földet kapcsolnak össze. És ugye egy miskolci gazdának minek kellene egy soproni terület, biztos, hogy nem fog rájelentkezni. Úgyhogy ezért január 1-től egy komoly szigorítás van földforgalmi törvényben. Tehát egybefoglalt vételáron, egy vételáron csak akkor lehet több földet összekapcsolni, hogyha azok egymással szomszédosak, vagy ha nem is szomszédosak, akkor legalább egy járásban, vagy pedig a szomszédos járásban vannak. Jó, tehát, hogy ez a Miskolc-Sopron állatorvosi ló, ezzel már nem lesz lehetőség a továbbiakban. Van nekem egy táblám, én használom, az én tulajdonomban van, viszont a mellettem lévő táblát, azt tele van gazdal, senki nem használja. Hát megnézem a tulajdoni lapot, látom, hogy rég elhunyt tulajdonostársak vannak rajta. Ez már a múltkori fórumon is egy érdekes téma volt, de szerintem fontos, hogy erről újra beszéljünk. Első kérdés. Adásvételi szerződéssel meg tudom-e szerezni ezt a szomszédos ingatlan? Még egyszer mondom, elhunyt tulajdonostársak. A válasz az, hogy nem, mert nyilván senki nem tudja aláírni, meghaltak a tulajdonosok. Második kérdés. Használatba tudom-e venni ezt a területet? Ugye a haszonbérleti szerződést főszabály szerint ugye a tulajdonosoknak, a bérbeadóknak is bérbe vagy alá kellene írni. De osztatlan közös tulajdon esetében van egy jogszabályi lehetőség, egy kiskapu, ami azt jelenti, hogy ha látom, hogy ott van az a parcella, írok nekik egy ajánlatot, amiben leírom azt, hogy szeretném ezt a földet bérelni önöktől, és kérem, hogy 60 napon belül erre válaszoljanak, kiküldöm nekik tértévevényesen ezt a levelet, 60 napon belül nyilván nem jön vissza senkitől válasz, akkor bemegyek a földhivatalba, haszonbérleti szerződést benyújtom, és úgy indul el a bérleti szerződés jóváhagyása, hogy a tulajdonosoknak azt nem kell aláírnia.
Tehát így használatba tudom venni jogcímmel ezeket a szerződéseket, ezeket a földeket. Nagyon fontos, hogy ez csak osztatlan közösnél van meg, és hogyha bárki a tulajdonosok közül jelzi, hogy ezzel nem akar kérni, akkor az egész területet nem lehet bérbe venni, de ha elhunytak a tulajdonostársak, akkor ez működhet. Lesz itt kifüggesztés, meg minden egyéb más, de erre van lehetőség. És itt, hogy egységes kérelem időszakában vagyunk, gyakran merül fel a kérdés, hogy használnak egy területet, ugye sem nem tulajdonos, sem nem földhasználó, tehát nincsen semmilyen jogcíme, hogy fel tudja-e venni a terület alapú támogatást. És a helyzet az, hogy van az úgynevezett jegyzői igazolás, hogyha ezt a települési jegyzőtől kérjük, és ő leigazolja azt, hogy a területet mi használjuk, és még egyszer mondom, hogy senki nem adott be rá egységes kérelmet, akkor arra a területre is fel tudjuk venni a terület alapú támogatást, amire se tulajdonjogunk, se használati jogcímünk nincs. Jó, ez a jegyző igazolás, erre van lehetőség az egységes kérelembe. És végezetül két dolgot szeretnék még megemlíteni. Egy alkotmánybírósági határozat, ez viszonylag friss, néhány hónapos a döntés, volt haszonbérlőnek a rankhelye. Ugye, tudjuk azt, hogyha valaki volt haszonbérlő, és újra megkötik fel a szerződést, akkor őt senki nem tudja megelőzni. És volt egy olyan jogeset, hogy meg is kötötték a szerződést, de tudjuk azt, hogy ha lejár a szerződés, akkor utána ez a rankhely elenyészik, tehát elveszik. És az alkotmánybíróság döntés pont ezt vizsgálta, hogy vajon azzal, hogy megkötötték a szerződést, és ugye eltelt az idő, földhivatal nem hagyta még jóvá, tehát elment az idő, akkor vajon mit kell tenni? És a válasz az, hogy ha nekünk december 31-én jár le a szerződésünk, és valamilyen oknál fog, vagy ámhivatal nem adja meg az engedélyét a tulajdonosnak, földhivatal késlekedik bármi, akkor nekünk, ha december 31-ről kötjük meg ezt a újra kötjük a szerződést, akkor mi védve vagyunk, tehát hiába telik el az idő, attól függetlenül ez a volt haszonbérlői rankhely, ez megillet minket, jó? Tehát mindenkinek azt javaslom, lejáró haszonbérlői szerződésünk van, még jóval a lejárat előtt kössük újra a szerződést, jogilag akkor vagyunk védve. És tényleg a legvégén egy utolsó szempont, én azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek számolnia kell. Ugye tudjuk azt, hogy ha veszünk egy földet, vagy bérelünk egy földet, akkor ugye nekünk kell használni azt a területet. És vannak különböző lehetőségek, például a közeli hozzátartó családunknak engedjük át, vagy a saját cégünknek engedjük át, akkor azt ugye átengedhetjük. Csak van egy olyan probléma, és ezzel a gyakorlatban is szembesülhetünk, hogy ha a családtagnak engedjük át szívességi használatra, akkor a szívességi földhasználat alapján nem keletkezik a volt haszonbérlői rankhely. Tehát mondom a példát, és ahogy Györfi elnök úr is említette, ez a gazdaság átadásnál korábban probléma volt. Apa béreli a területet, és át akarja adni a gazdaságot, így a földeket és a fiának, kötnek egy szívességi földhasználatot, tehát tovább engedi a fiának. Apa kilép a gazdaságból, ott marad a fia, eltelik 10 év, fiú megköti újra a bérbeadóval a szerződést, és a földhivatal visszadobja, hogy elnézést, magának nincsen volt haszonbérlői jogosultsága. És nagyon fontos, hogy a szívességi földhasználat nem keletkezhet volt haszonbérlői rankhelyet. Jó, úgyhogy ezzel mindenki számoljon. Kedves nézőink, köszönöm meg tisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!